Nem csak az autósok, hanem a 37-es számú főutat üzemeltető közútkezelő és a helyi politikusok is fellélegeztek, amikor az elmúlt hetekben kijavították az úttest nagyobb hibáit a gesztei elágazás és a sátoraljóhely közötti szakaszon. Az elmúlt téren sok autós bosszankodott azért, hogy a magas üzemanyagárak mellett még a járműve javítására is tetemes összeget kellett fordítania a már szinte kikerülhetetlen kátyuk miatt. A szakemberek szerint ez szinte természetes állapota volt az útnak, hiszen nagyon régen újították fel alaposan. Valamikor a 2000-es év elején került egy vékonyabb aszfaltréteg a pályára, azonban ez maximum 7 évre szólt. Azóta meg már 10-nél is több esztendő eltelt. Ennek az útnak az átlag terhelésénél pedig naponta 8000 személygépjárművel kell számolni. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az idén tavasszal 134.000 négyzetméter felületen végeztek útjavítást, amiből 23.000 négyzetméter felújítás történt a 37-esen. Indult egy nagyfelületű javítási programunk, összesen az első ütem, hogy most elkészült, a megyében ez 730 millió forint. Ez 130.000 négyzetmétert érintett, amiből 23.000 négyzetméter 37-es úton valósult meg. Itt a legrosszabb részeken készült egy felmarásos technológia és egy visszaaszfaltozás 6 cm vastagságban. Ez azt teszi lehetővé, hogy lezárjuk azokat a felületeket, amik már össze voltak töredezve, berepedezve, és így a víz nem fog tudni bejutni olyan könnyen a burkolatba, úgyhogy reméljük ezeken a 11,5 tonnás felújításig ezek a részek állni fognak. A másik örömteli esemény pedig ezzel kapcsolatban, hogy ezek garanciálisak, úgyhogy gyakorlatilag itt a kivitelező felé folyamatos igényekkel tudunk élni, hogyha ennek a kivitelezésnek nem olyan a minősége, de hát ahogy láttam, elég jól sikerültek ezek a szakaszok. Vannak még olyan részek, amik kátyúzást igényelnek, ezeket a kátyúzásokat mi a jövő héten elkezdjük, és reményem szerint 2-3 héten belül itt a Szerencsi környéken, itt Mádi körforgalom és a Geszteri körforgalom között kátyúmentessé tudjuk tenni a burkolatot, valamint hát ugye igazából a sátoraljóhely felé vezető része már ott most sem jellemző, hogy komolyabb problémák lennének. Hosszabb távon azt tudom mondani, hogy mivel nagyon el van öregedve ennek az útpályának a szerkezete, nagyon várjuk azt, hogy mikor lesz a komolyabb korszerűsítés, és ez fog megnyugtató megoldást hozni arra a problémára, hogy nem kell minden évben fokozott kátyúsodással találkoznunk. Bár a most elkészült munkára garanciát vállalt az építő, várható, hogy mivel az úttest alap és kötő rétege is elhasználódott, így újabb kátyúk keletkeznek majd. A megoldást a teljes felújítás jelenteni. Az építés már évekkel ezelőtt szóba került, elsősorban az országgyűlési képviselőválasztások időszakában. Sajnos az elmúlt pár évben, meg nem mondom mikor, de körülbelül egy olyan 4 éve kikerült a 37-es főút a kétszer-kétsávos utak programjából. Most azon dolgozunk, azért feszülünk meg, ha szabad ezt használni, hogy ezt visszacsempészük, visszavigyük, mert én úgy gondolom, hogy mindenféle szempontból, akár iparfejlesztési szempontból, akár idegenforgalmi, turisztikai szempontból fontos egy jó minőségű kétszer-kétsávos út, legalább Szerencsig, egy olyan út, amely behozza az érdeklődőket Tokaj-hegyaljára, amely behozza az érdeklődőket Szerencs városába, hogy aztán itt a hegyalján milyen módon oldjuk meg a tovább közlekedést, az egy térségi feladat, egy kistérségi, sőt, hát több kistérség is van Tokaj-hegyaján, ugye, mert a Tokaj és a Szerencsi kistérség, nyilván le kell ülni a településeknek is átbeszélni ezt a kérdést. Szóval ez egy integrált feladat, ez a jövő zenéje. A sajtótájékoztatón elhangzott az is, hogy a kétszer-kétsáv valamikor 2040-ig készül el Sátoraljaújhelyig. Szerencs azonban kedvezőbb helyzetben van, mert Geszte irányából az első lakott település, az építkezés pedig onnan folytatják majd.
Bár az UNESCO Világörökségi Bizottságának készített ICOMOS jelentés nem támogatja a tokai borvidék kultúrtájon az utak szélesítését, azt a szakember és a politikus is megerősítette, hogy a forgalommal továbbra is számolni kell, és a cél az, hogy biztonságosan lehessen megközelíteni közúton Zemplént, a világörökséget.